számunkra ugyanolyan egy születésnap, mint egy családban, vagy egy kisebb közösségben. Ugyanúgy fontos, és mindig lehetőség van arra, hogy húzzunk egy vonalat, és számfejtsünk abban, hogy mit érkeztünk, és mit nem érkeztünk még megtenni az utolsó egy év alatt, és a születésnap az ugyanúgy ünneplés is, mint tulajdonképpen szomorúság azokban az esetekben, amikor azt vizsgáljuk, hogy mit nem tudtunk megtenni. Én úgy gondolom, hogy közösségünk és a polgármesteri hivatal mindent megtett azért, hogy ezen adta három nap alatt mindenki jól érezze magát, apraja, nagyja, beregszásziak és a városunk vendégei is. Én úgy gondolom, hogy 956 éves város esetében, akkor, amikor a világ térképe, Európa térképe folyamatosan deformálódik, születnek települések és halnak ki városok, én úgy gondolom, hogy büszkén mondhatjuk, hogy megértük ezt a kort, de meg is kell tartanunk azt a közösséget, ami belakja ezt a várost, és ahogy a színpadom is mondtam, a 21. század rákfené az elvándorlás, és ezzel ellen kell küzdenünk. Szinte ez a legnagyobb ellenségünk. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat a beregszászi vállalkozókkal együtt meg kell mindent, hogy tegyen azért, hogy aki elment, az visszajöjjön, és aki még itt van és azon töri a fejét, hogy elmenjen, itt kell marasztalnunk, be kell laknunk ezt a néhány ezer négyzetkilométert, és biztos vagyok benne, hogy sikerülni is fog. Sok szerencsét kívánok a városunknak és mindenkinek, aki döntési helyzetben van olyan kérdésekben, ami a jövőket illeti. Büszke vagyok minden egyes új felújított négyzetméter járdára, térre, utcára, minden új világító lámpára és minden új bokor rózsára, ami a városba települ. Én úgy gondolom, hogy mindig volt gazdája, jövőben is lesz gazdája a városnak. A körülmények, amik befolyásolják azt, hogy mennyire vagyunk sikeresek, határozza meg azt, hogy mi az, amit minden egyes költségvetési évben meg tudunk tenni. Én úgy gondolom, hogy sikeresnek mondható ez az 5 év, amióta a város kulcsa a mostani önkormányzati hivatal kezében van. Én szerintem a legnagyobb problémánk, ami idáig megoldatlan, ez az ökológiai fájópontunk, a vérke tisztítása, és ezzel együtt a csatornázás, illetve a vízhálózatnak a kiépítése. Ebben nagyon-nagyon le vagyunk maradva a testvér településeinktől, és szinte 20-30 évre mérhető a lemaradás. Az Európai Unió Magyarország támogatásával én úgy gondolom, hogy ezt a távolságot csökkenteni tudjuk, és 23 testvértelepülésünkből itt van most 17 delegációvezetőkkel, polgármesterekkel, polgármesterasszonyokkal, és közös munkával, erélyesen kiállva az érdekeinkért fel tudjuk gyorsítani ezt a tempót, és Isten éltesse minden beregszászit és városunk minden vendégét. A globális kérdéseket én most nem szeretném sorolni, erre ott vannak a sajtói, de ha kell, akkor mindenképpen mondok egy olyat, ami a városunk szívében a térfelújítás, a Hősök tere felújításra került, és élvezettel bámészkodom én is, amikor van rá lehetőségem, és látom azt, hogy este 6 és 8 óra között több száz ember van a belvárosban, és apraja nagyja jól érzi magát. Szerintem a következő megnyitónk a Budapest tér új lovasszobrával, második Rákóczi Ferenc lovasszobrával együtt. Én azt gondolom, hogy még egy közösségi helyet tudunk majd a város lakosságának szolgálatába állítani. Én azt hiszem, hogy ez a két főtér a legbüszkébb visszaemlékezésem, illetve jövőbeli célom is.